A Szerbia egyesült régiói szerint az önkormányzatok csak akkor válhatnak hatékonnyá, ha megszabadulnak a központosítás nyomásától. A decentralizációról szóló törvény hatására több pénz marad helyben. Októberre sve lokalne samouprave imati na raspolaganju 80% poreza od plate umesto dosadašnjih 40%, a konkrétno budžet Subotice biće veći za 600 miliona dinara. Ez a pénz megteremti annak a feltételét, hogy a problémákat helyben lehessen orvosolni, mondta Jászmín Secsics, a párt Szabadkai elnöke. Hangsúlyozta, a következő lépésben a helyi közösségek pénzelésére vonatkozóan tesznek javaslatot. Náš cíl će biti da se kaže koliko koja mesna zajednica, primjer radi u Subotici, ima svojih sredstava od ovog viška novca, tako da ga nazovem. I na taj način će se mesne zajednice moći same na najbolji način da odlučuju šta je prioritet i da deo tih prioriteta i same realizuju. A tömörülés célja az is, hogy a községi elnököket, illetve a polgármestereket a polgárok közvetlen úton válasszák meg. Mint mondják, ezzel a szavazók nagyobb felelősséggel bírnának. Koalíciós partnereik egyelőre nem támogatják ezt az elképzelést.